Rettentő szerencsésnek tartom magam, ugyanis azt gondolom, nem sokan mondhatják el magukról azt, hogy úgy mennek be államvizsgára, hogy tudják, utána álmaik munkahelyén fognak dolgozni. Én egyetem után tanácsadó és tréner lettem Magyarország egyik vezető szervezetfejlesztő cégén, és úgy éreztem, hogy megütöttem a jackpotot. Minden egyes nap gyakorlatilag belibegtem a munkahelyemre, úgy éreztem, hogy egy ilyen inspiráló, hatalmas jó közeg vesz engem körül, ahol folyamatosan tanulok valamit, emberekkel foglalkozhatok, olyan emberekkel dolgozhatok együtt, akik nagy nevek a szakmában, és egy ilyen nagyon hatalmas, nagy boldogság buborék vett engem körül. Ám egy idő elteltével ez a boldogság kezdett egy picit apadni, ugyanis voltak olyan visszatérő problémák, amik gyakorlatilag megkeserítették a mindennapjaimat. Ilyen probléma volt például az, hogy mindig mindent túlbeszéltünk. Tehát egy 4 órás meeting végén eljutottunk ugyanarra az eredményre, amit már 1 óra végén is tudtunk, az 1 óra végén, de azért megültünk ott jó pár órát. A work-life balance az nem volt valami kiegyensúlyozott, ki volt nálunk mondva, hogy aki nem dolgozik napi 10 órát, az nem jó tanácsadó. Ha van munka, ha nincs munka. Valami isteni csoda folytán ezek a favágó jellegű munkákat, amit így lássuk be, nem csinált túl szívesen az ember, mindig az én nyakamba landoltak, mert hogy én vagyok a kicsi, még másfél év elteltével is, annak ellenére, hogy ugyanolyan tanácsadói státuszban voltam, mint a kollégáim. És a döntési folyamatok pedig egyszerűen csigalassúságúak voltak. Amikor én próbáltam ezt így szóvá tenni, meg mondani, hogy jó lenne ezeken változtatni, javaslatokat tettem, akkor így azt kaptam vissza, hogy nyugi, hogy velem van a baj, hogy én vagyok az, aki mindig mindent így túrtelve, ez, aki folyamatosan pörög, aki nem kell mindig mindenem változtatni, nem kell türelmetlenkedni, jó ez így, ahogy van. És érdekes módon, amikor elkezdtem erről a dologról, vagy ezekről a problémákról beszélgetni a velem egy idős kolléganőmmel, azt mondta, hogy igen, ezek őt is bizonyos zavarják. Sőt, amikor a barátaimmal került föl ez a téma, akkor azt mondták, hogy na hát, a mi munkahelyünkön is léteznek ezek a problémák, és mi is balra mászunk tőle. Úgyhogy elkezdtem gondolkozni, hogy biztos, hogy velem van a baj, hogy nem lehet inkább, hogy ez valamiféle generációs probléma lesz. És úgy döntöttem, hogy utána járok ennek a kérdésnek. Mivel én prezentációkészítésben vagyok a legjobb, mi sem volt kézenfekvőbb, mint elkészíteni egy diasort. Úgy döntöttem, hogy megcsinálom ezt a prezit, amiben elmondom, hogy milyenek is vagyunk mi 20 évesek, mi jellemző ránk, és hogyan érdemes velünk bánni. Ez egy nagyon jó terápiás folyamat volt számomra, mert egyrészt ugye sikerült levezetnem a bennem felgyülemlett feszültséget, és ráadásul ezt valami kreatív csatornába tudtam önteni. Ezt hatalmas nagy kutatás előzte meg, mert ugye képbe kellett kerülnem, hogy milyen generáció is vagyok én, kik vannak még rajtunk kívül, kire mi jellemző, és ugye egyáltalán hogy is vagyunk mi így itt. És nagyon sok blogot olvastam, könyveket bújtam, emberekkel beszélgettem, és ezekből szűrtem aztán le, amit megosztottam a prezentációmban. Ez egy nagyon jó, hát ilyen önismereti folyamat is volt, mert ugye el kellett választanom, hogy mi az, ami én vagyok, mi az, ami rám jellemző, mik az én erősségeim és gyengeségeim, és mi az, amit egy általánosságban el lehet mondani az én generációmról. És azt is bevallom, hogy én ezt egy kísérletnek is szántam, mert kíváncsi voltam, hogy amiket találtam, amikre jutottam, azok most végülis tényleg csak rám jellemzők, esetleg a magyarországi fiatalokra, vagy nagy Isten az egész világról elmondható. Hát 2 hónappal később feltöltöttem ezt a Generation Y című prezentációt a Slideshare nevű prezi megosztó oldalra, és így vártam a hatást. De hát lehető legjobb időpontot sikerült kiválasztanom, mert december 26-a volt, tehát rajtam kívül mindenki mézes kalácsot majszolt, meg ajándékot bontogatott, de én felcuccoltam, bepakoltam az autóba, és elindultam Ausztriába síelni. És legnagyobb megdöbbenésemre az egyik benzinkútnál, ahol megálltam, a telefonomon olvastam egy e-mailt, ami a Slideshare-től jött, és az állt benne, hogy megválasztották ezt a prezentációt a nap prezentációjává. Ez azt jelentette, hogy minden egyes ember, aki aznap felment erre az oldalra, ezzel találkozott szembe. Hát akkor már így kezdett gyanús lenni, hogy így valami lehet a levegőben, és én 2 dolog miatt is teljesen padlót fogtam. Egyrészt, hogy dolgozik valaki december 26-án, másrészt pedig, hogy akkor ez mégis egy olyan probléma, amivel nekünk foglalkoznunk kell. Nagyon nagy párbeszédet indított el az interneten ez a prezentáció.
rengetegen blogoltak róla, Twitteren beszélgettem emberekkel, e-mailbe kerestek meg többen, és nagyon sok kortársam írt például, hogy köszi, hogy ezt így megosztottad, mert ugyanígy érzek én is, és eddig azt hittem, hogy egyedül vagyok ezzel az érzéssel. Volt olyan tréner, aki azzal keresett meg, hogy felhasználhatja ezt a prezentációt, mert az ügyfelei pont ezzel a generációs problémával küzdenek, és ugye ebben a preziben ez a prezentáció segít megérteni az embereknek, hogy kik is vagyunk mi Y-nak, és mik jellemző ránk, hogyan szeretünk dolgozni. De ami a legnagyobb hangsúlyt adta ennek, az az volt, hogy amikor a SlideShare elérte a 10 milliós feltöltést, akkor a szerkesztőség kiválasztotta ezt a 27 prezentációt, amik a kedvenceik, és ezt is beleválogatták. Onnantól kezdve biztos voltam benne, hogy nem velem van a baj. Én azt gondolom, hogy ez egy tipikus Y-generációs történet. Én nem hiszem azt, hogy valami húdanagyot alkottam. Egyszerűen arról volt szó, hogy volt egy probléma, egy helyzet, amivel nem voltam megelégedve. Próbáltam rajta változtatni, egy nemlegest választ kaptam, és én úgy döntöttem, hogy ezt nem vagyok hajlandó elfogadni. Vagy legalábbis futok még egy kört, és letesztelem, hogy kinek is van tulajdonképpen igaza. És utána ugye ezt a prezentációt töltöttem föl, mert ugye hova máshol fordultam volna, mint az internethez, tehát szimplán az egész világhoz. A közösség elé tártam, hogy döntsetek ti ebben a kérdésben. Ma Magyarországon 3,9 millió munkavállaló van, és ennek a 25%-a, tehát 1 millió fő az az Y-generáció tagja. Hasonlóképpen gondolkodik, mint én, hasonló igényei vannak, és hasonlóképpen az egész világhoz, mint én. Kik is vannak még rajtunk kívül? A nagypapám a veteránok generációjához tartozik. Haditudósító volt a II. Világháborúban. Számára egy munkahelyen az volt a fontos, hogy anyagi biztonságot nyújtson, és egy ilyen állandó valami legyen, tehát nap mint nap be tudjon menni valahova dolgozni. Anyukám baby boomer, ő a ratkó gyerekekkel tartozik egy korszakba. Ő egy olyan világban nőtt föl, ami nem volt túl rózsás, lássuk be. De viszont voltak szabályok, amik egyértelműek voltak, és egy ilyen állandóság volt az életében. És ezt rengette meg utána a rendszerváltás. Lóri az egyik nagyon jó barátunk, ő az X generációjának a tagja. Ő már megtanulta azt, hogy igenis a pénz diktál, és nyelveket kell beszélni, ha az ember valamire vinni szeretné a világban. Sőt, akár napi 10-12 órát is le kell dolgozni, hogyha meg akarja őrizni a munkahelyét. És itt vagyok ugye én a kis Y-generációmmal, aki már megint valami mást akarok. De mi is jellemző ránk? Mi vagyunk az első generáció, akik azzal a tudattal állnak a munkába, hogy tudjuk, az első munkahelyünk nem az utolsó lesz. És azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos paradigmaváltó gondolat, ugyanis ez azt jelenti, hogy ha mi valahol nem érezzük jól magunkat, akkor bizony szívfájdalom nélkül továbbállunk. Tudjuk, hogy előbb-utóbb úgy is váltanunk kell, mert megszűnik a cégünk, mert leépítenek minket, mert áthelyeznek, mert kiküldenek külföldre. Vagy szimplán rájövünk, hogy egy idő után nem ott vagyunk, ahol lenni szeretnénk, hanem valami más érdekel bennünket. Mi nem állást szeretnénk, hanem munkát. Számunkra egy munkahely az nem csak kizárólag egy pénzkereseti forrás. Természetesen az is nagyon fontos, hogy meglegyen az anyagi biztonság, de ennél sokkal fontosabb számunkra az, hogy valamiféle értéket tudjunk teremteni. Hogy a munkánk az egy önkifejezési lehetőség legyen, ahol kicsiben nap mint nap meg tudjuk váltani a világot. Igen. Mi vagyunk az első, tehát mi vagyunk a világtartalom legképzettebb generációja. Soha ennyi fiatal nem járt még egyetemre, mint manapság. És ez nem csak Magyarország szinten, hanem az egész világ szintjén igaz. Mi pályakezdőként olyan álláshirdetésekkel találjuk szembe magunkat, amik 2 év munka tapasztalatot igényelnek. Tehát mi emiatt elkezdünk már az egyetem első évvégében dolgozni. És nem csak itthon, nagyon sokszor külföldre is kimegyünk nyári egyetemre, vagy akár egy-egy fél évre Erasmusszal, és a kinti gondolkodást hozzuk utána haza, ezt is beépítjük. Mi az egyetemen legfőképpen készségeket sajátítunk el, amiket utána a munkahelyen kell később a gyakorlatba átváltanunk, de hát ez már csak a munkahelyünk támogatásával tud megvalósulni. Mi akkor működünk a legjobban, hogyha lehetőségünk van egy projektet, egy feladatot önállóan végigvinni. Lássuk be, azért eléggé öntudatosak vagyunk, és
azt szeretjük, hogyha ránk bíznak egy feladatot, hogyha megbíznak bennünk, hogy el tudjuk ezt végezni, és ehhez egy mentort állítanak mellénk. Az a legfontosabb számunkra, hogy ez a mentor, ez szakmailag egy hiteles ember legyen, és lehetőleg emberi is legyen. Nem számít, hogy 20 éves vagy 50, az a lényeg, hogy tudjon valamit, hogy már tegyen le valamit az asztalra, hogy hiteles legyen számunkra, tudjunk tőle tanulni, és elhihessük, hogy bizony ebből fejlődni fogunk tudni. Mi egy olyan világban élünk, ahol folyamatosan kapjuk a visszajelzést. Most mindenkinek ott van a zsebében az okostelefon, és ha akarjuk, ha nem, folyamatosan érkezik a visszajelzés. Közösségi oldalak mi másra építenének, mint erre. És mivel mi ugye készségeket sajátítunk el az egyetemen, éppen emiatt nekünk a gyakorlati tudást az a munkájunkon kell megszereznünk. És a visszajelzés az, ami segít bennünket abban, hogy tudjuk, hogy jó úton vagyunk, hogy jó fele megyünk, hogy arra megyünk, amerre a cég akar, hogy úgy fejlődünk el, ahogy ez nem csak nekünk jó, hanem a cégünknek is egyaránt. Nagyon fontos számunkra a partnerség. Mi is mindenkit partnerként kezelünk, de nem mindig érezzük ezt a másik oldalról. Az internet az életünkben egy nagyon fajta szocializációs eszközként lépett be. Az internetről manapság az ember már bármit meg tud tanulni. Én is a prezentáció dizájnt, amiből most élek, azt YouTube-ról tanultam, blogokból, meg könyvekről, amit az Amazonról rendeltem Amerikából. És éppen emiatt ez a hagyományos mentor-mentorált viszony, ami korábban volt egy munkahelyen, teljesen átalakult. Korábban ez egy ilyen egyirányú folyamat volt, a mentorát is sokkal inkább egy befogadó félként volt jelen. Viszont ez teljesen átalakult az internet hatására, mert a fiatalok már nem egy üres lapként érkeznek a munkahelyre, amit majd az ott szépen teleír, hanem sokkal inkább ők is képesek már adni valami tudást behozni a közösségbe. És éppen emiatt ugye ez egy sokkal inkább kétirányú folyamattá vált, tehát egy partneri viszonnyá változott át. Én azt gondolom, hogy egy hidat kell építenünk. Korábban, amikor bejöttek a multinacionális vállalatok, akkor az embereknek meg kellett tanulniuk különböző nyelvű, kultúrájú és nemzetiségű emberekkel együtt dolgozni. Hasonló szakadéktátok most a generációk között. Ezt kell nekünk valahogy áthidalnunk. Minden jelen olyan munkahelyen szeretnénk dolgozni, ahova jó bemenni, ahol jó légkör vesz bennünket körül, és ahol egy inspiráló közegben vagyunk. És nem csak mi Y-nak, hanem mindenki, aki itt ül, és mindenki, aki nap mint nap fel kell és elmegy dolgozni. Hozzuk létre ezt a munkahelyet. Beszéljünk erről. Építsük meg ezt a hidat. Beszéljünk rólunk. De ne csak rólunk, hanem velünk. Együtt van dolgunk. Köszönöm szépen.